Rengetegen jönnek. És az nagyon nagy probléma, hogy nem engedik a férfiakat ugye a sorkatonaság miatt. Elég kellemetlen érzés látni azt, hogy itt van két anyuka 10 gyerekkel. Itt mi mindenkit azonnal küldünk, akinek szállásra van szüksége, a Református Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt, meg a mi kooperálásunkból ott van, meg talán még több szervezet csatlakozott. Van most már ott egy sátor is felállítva, és ott megy a szállásintézés. Mi magunk nagyrészt adományokat veszünk át és juttatjuk, próbáljuk minél több vidéki kontaktot felvenni, ahova kell nagy kajaszállítmányokat vinni. Van, ahova már 2-3 tonna élelmiszerkötőjel, ruhakötőjel, tisztálkodószerkötőjel, ez az, amaszt küldtünk. Tegnapi nap például csak egy helyszínre mentünk és telítettük meg szinte, úgyhogy ezeket a kontaktokat várjuk, nagyon várjuk. Érdekes, hogy vannak amúgy külföldik, akik beállnak hozzánk, úgyhogy nulla magyar nyelvtudással, és már olyan kommunikáció vagy ebben a sátorban, angol, magyar, meg még talán más nyelven is néha hallok egy kis olaszt. Az egyik Csajci például oroszul tud majdnem profin, van egy ukrán menekültünk konkrétan, aki velünk dolgozik napi 8-14 órákat. Úgyhogy hullafáradtan, miután kialudta valami 10 pár órát, aludt, utána megjelent itt, adtunk neki egy kis kaját és mondta, hogy ő jött ide, hogy segítsen. I'm here only helping other people. People here, I should admit, are so nice. I myself was standing at Slovakian border for 15 hours. 15 hours like this. We were so packed, but out of nowhere, some people drove me to the Hungarian border. Chop. The people are so nice. They when I asked them how can I buy a ticket, they wouldn't let me buy it by my money. They didn't know at all I'm coming from Ukraine. I felt that, for example, if these people have 100 cells in their body, those 100 cells are telling me I'm here for you. What do you need? Igazság szerint 2,5 órája vagyok most itt. Most vagyok itt először a Helyett sátorban. Nincs még egyébként ilyen komolyabb tapasztalatom e téren, úgyhogy tényleg csak így besegíteni jöttem. Eddig szortíroztam dolgokat. Mondjuk 2 órával ezelőtt teljesen máshogy nézett ki az egész terep. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kellett minden, ami eddig itt volt, úgyhogy mindenre szükségünk van egyelőre, tárgyakra is és emberekre is. Van egy kis pelenkázónk egyébként, és szoptatási lehetőség fűtött belső sátorban, a sátron belül, sátorban. Illetve hát olyan kérdéseik vannak, hogy ez mi, mert nagyon sokan félnek attól, hogy viszik őket vissza. És kérnek ennivalót, kérnek innivalót. Káoszban ideérkeztek, rengetegen, tömegesen, és utána próbálnak segítséget kérni. Hatalmas probléma, hogy nagyon sokan akarnak ruhaneműt hozni, nincs rá akkora kapacitásunk. Élelmiszert muszáj, arra van nagyon-nagyon nagy szükségünk, azt nagyon könnyen el tudjuk vidékre juttatni. Élelmiszerben az nagyon fontos, hogy a legjobb, hogyha készkaja, például valamilyen babkonzerv vagy ilyesmi, és tehát azonnal fogyasztható, de nem romlandó. Ezek a legjobbak. És tisztálkodószerek, amik még nagyon kellenek, sampon, mosószer, mosogatószer, popsikenő csak kisbabóknak, ilyesmi.